A háromnapos rendezvénysorozat augusztus 29-én pénteken koncertekkel kezdődött. Elsőként a Szabotás zenekar lépett a színpadra, akik rockslágerekkel szórakoztatták a közönséget. Az estét az Abaházi Group együttesének koncertje zárta. Az Abaházi Group méltán híres rockslágerekkel és balladákkal kedveskedett a Csülök Fesztivál nulladik napjára kilátogatóknak. Augusztus 30-án reggel már a csülökből készült ételek, pörköltök rotyogtak a bográcsban. A főzőversenyre húscsapat nevezett, akik nagy hozzáértéssel készítették a magyaros ételkülönlegességet. 13 órakor Radó Béla köszöntötte az esemény résztvevőit, és örömét fejezte ki, hogy szép számmal ellátogattak a község első fesztiváljára. Ihos József humorista, a főzőverseny zsűriének elnöke üdvözölte a jelenlévőket, aki beszédében kiemelte, hogy az ítészeknek nehéz dolguk lesz a húscsülökből készült ételek közül a legjobbak kiválasztásában. Mennyi Roland országgyűlési képviselő üdvözlő mondataiban gratulált a helyieknek, hogy megtalálták a mezőzomborra jellemző ételkülönlegességet, amire építve hírnevet szerezhetnek a községnek. Mezőzombor község önkormányzata is szeretett volna csatlakozni az országfesztivál vérkeringésébe, ezért döntött úgy a település vezetése, hogy idén első alkalommal Csülök Fesztivált rendez. Hát hetekkel, hónapokkal ezelőtt nekikezdtünk már a szervezésbe, mint ahogy említettem már régebben is, hogy milyen apropóból kerül sor erre az első mezőzombori csülök fesztiválra. Ezt úgy még egyszer megerősíteném akkor, tehát a településre jellemző volt, és mai napig jellemző az állattartás, és mivel szerettünk volna bekapcsolódni az ország fesztivál vérkeringésébe, így döntöttünk a csülök mellett. Úgy látom, hogy nagyon nagy kereslet van a jó étkekre, és mivel lassan elkészül mind a 20 csapatnak a csülök költeménye, talán fogalmazhatok így, végigjártunk minden egyes főző csapatot, és jobbnál jobb illatok csapták meg az orrunkat, valamint találkoztunk egy-két különlegességgel is, ami most majd itt a zsűrizésnél ki fog derülni, és kíváncsian várom, hogy azok a csülök étkek, amik nem az általánosságot képviseli, tehát egy sima csülök pörkölt, vagy csülkös bab, hogy a szakértő zsűrinél milyen benyomást fognak majd kelteni. Remélem, hogy sok mindenkinek el fogja nyerni a tetszését, akár a hagyományos csülökétel, akár ezek az új ízek, amiket most itt megkóstolhatunk az első mezőzombori csülökfesztiválon. Melyek azok az ételek itt a bejárás alkalmával, amelyek felkeltették a zsűrinek az érdeklődését? Hát nekem elsősorban már maga a megnevezés meglepő volt, hogy tökös lecsós csülök. Kíváncsian várom a végeredményt. Én egy hagyomány tisztelő és őrző ember vagyok, én le vagyok ragadva a csülök pörköltnél, tehát én nagyon szeretem egy sóskrumplival elkészített csülök pörköltöt, de azért erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ízkavalkád jön ki majd ebből a tökös lecsós csülökből. Itt a csülök mellett azért vannak kulturális programok, melyek azok, amelyekkel itt várják, illetve a gyerekeknek mivel készültek? Igen, próbáltunk minden korosztálynak rendezvényt szervezni, a kicsitől a legnagyobbakig, a legidősebbekig. Ugye tegnap már elkezdődött a rendezvény sorozatunk, ez egy ilyen bemelegítő nulladik nap, mint ahogy a szigeten is nevezik ezt. Én azt gondolom, hogy már ennek is elég nagy volt a sikere, itt az esti órákban több száz mezőzombori és környékbeli ember volt, aki megtisztelt minket a látogatásával, és megnézték annak a két együttesnek az előadását, akik felléptek. A mai napon reggel ugye elkezdődött a csülökfőző verseny, úgy látom, hogy
elég nagy a sikere, mivel húscsapat is jelentkezett, úgy látom, hogy ez kedvelt étek lesz itt a fesztiválon és a környékén. A délutáni órákban most kezdődött el épp az előadás sorozat, ezt Ihost Józsi, mindenki által ismert Kató néni kezdte meg. Ezután jönnek majd a helyi fellépőink, gondolok itt a mezőzombori kórusra, lesz majd tánccsoport, aki fellép, lesznek kaszkadőrök, jönnek majd a nevesebb sztárok, Nagy Feró, Danics Dóri, Hevesi Tamás az esti órákban majd, de addig is próbálunk a gyerekek szórakozásáról gondoskodni, az ugráróvától a trambulinig, az ingyenes pónilovagoltatásig, és a késő délután és kora esti órákban készülődik itt egy meglepetés, aminek még nincs nyoma. Hőlégballon utazásra invitáljuk majd az ide látogatókat. Tehát itt a rendezvénytér mellett egy 35 méter átmérőjű hőlégballon fog majd 4-4 fővel a kosárba 4 percenként felemelkedni majd. A nagy sikert itt, ahogy elnézzük, jövőre lesz a Csülök Fesztivál Mezőzomboron. Én azt gondolom, hogy igen, szeretnék hagyományt teremteni, és minket igazol az itt megjelent sok ezernyi ember, talán mondhatom ezt, ami arra predesztinál minket, hogy az elkövetkezendő években is jó hírét vigyük a településnek, és ez a legjobb alkalom rá, hogy egy ilyen fesztivál keretében ezt meg is tegyük. Az alkalmi szakácsok nagy gonddal kevergették, ízesítették a remek eledeleket. Egy-egy versenyző belefőzte szívét, lelkét a csülkös eledelbe. A változatosság kedvéért csülök pörkölt készült, de hazai fűszereléssel, ami azt rejti magában, hogy a kis biokertőben készült, illetve termelt fűszerekkel ízesítettük a csülköt, és csilisbabbal tálaljuk. Aki szeretné elkészíteni ezt az ételt, egy kis segítséget nyújtsunk már neki, hogyan is fogjon hozzá, mi is ez a recept? Mindenképpen koratavasszal vessen a kiskertjébe majorannát, kakukkfüvet és orvosi zsáját, ezzel ízesítjük elsősorban, és neveljen babérfát, amit látható mellettünk. Ezekkel ízesítettük a csülköt, és a jelek szerint bízunk benne, hogy jó eséllyel. Sokan voltak kíváncsiak a népművészek bemutatójára, a koncertekre, azonban a legtöbben mégis a baráti találkozás és az energiában gazdag, csülkös ételkülönlegességek reményében érkeztek a településre. Hát nagy örömmel jöttünk, és nagy készüléssel, ugyanis fellépünk, mint a mezőzombori községi kórus, és egy felkerekes operettparádét fogunk előadni, érdemes lesz megnézni. Melyek azok az ételek, amelyek itt majd meg fog kóstolni? Valami csülköset, ugye, minden csülkös, de már itt végig jártuk, hát ilyenek vannak, hogy csilisbab, csülökpörkölt, imádom a babot, a csülköt, mindent. Meg még a legszívesebben mindent végig kóstolnám, de hát ez nyilván nem egyszerű dolog. Jövőre, ha lesz csülökfesztivál, akkor ellátogat-e ide? Még hogy ellátogatok, még csapatot is alapítunk, és főzni fogunk. A szervezők úgy állították össze a programokat, hogy minden érdeklődő megtalálja az érdeklődésének megfelelőt, a kisgyermekektől a felnőttekig. A köszöntő után Ihos József, vagyis Kató néni humorbombonokkal szórakoztatta a közönséget. A mezőzombori Balassi Népdalkör operett dalokkal készült az eseményre. Jaj, de jó, ha habos sütemény, mogyoróban az ő tetején. Ebből én nem kapok, és ezért zokogok, bizony sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonnám. Milyen jó édes krém illata szál felé. Jaj, de jó a habos sütemény.
A kicsiknek játszóházzal, ugrálóvárral és lovaglással is készültek a szervezők. A Tokaj hegyaljai települések idén rendkívüli kormányzati támogatásban részesültek, Mezőzombor község önkormányzata 50 millió forintból a Békekert előtt közösségi teret alakított ki. Az igényesen felújított téren a környező településen élő termelők kínálták termékeiket. A vásározók között a tartósítószer és színezékmentes 80%-os kakaóból készült csokoládé különlegességek közül is válogathattak a fesztiválozók. A szervezők reményei szerint jövőre újra megrendezik a Csülök Fesztivált Mezőzomboron.